fejedre, odafagyok a fejedre. Nyugodtan jegyzőkönyvbe. Nyugodtan jegyzőkönyvbe. Nyugodja már, Lihon! Minősíthetetlen hangon üvöltött az ügyésszel, énekelt, az arcát csapkodta, majd később már ököllel ütötte a fejét a bírósági tárgyalást követően a makói férfi. Feleségével 5 éven keresztül árultak herbát a saját házukban. Tevékenységükről egyébként a férfi annak idején még a Dél-Magyarországnak is nyilatkozott. Akkor azt mondta, folyamatosan figyelték a jogszabályváltozásokat. Olyan anyagokat szereztek be, amelyek épp nem minősültek drognak, így igyekeztek elkerülni a felelősségre vonást. Egyébként szobaillatosítóként árulták a szert, a férfi ennek kapcsán szabadkozott, ha valaki nem erre használta, arról ő nem tehet. Végül mégiscsak megbuktak, a bíróságon is bemutatott kamerafelvételeken jól látszik, hogy a kuncsaftok kerékpárral érkeztek a házaspár házához, és az ablakon keresztül szolgálták ki őket. 2015-ben egyébként egy elkeseredett édesapa fordult a nyilvánossághoz, akinek a lánya folyamatosan használta a szert, és figyelmeztette a szülőket. Mindenki vigyázzon a gyermekére, mert újra piacon van makóna herbál. A házaspár az eddigi tárgyalásokon egyébként nem jelent meg betegségre hivatkozva. Most viszont le is tartóztatták őket, ugyanis kiderült, egy tanút megvesztegetéssel akartak rávenni, hogy melléjük álljon. Az azonban jelentkezett a makói rendőrségen, a rendőrség pedig azonnal értesítette az ügyészséget. Megalapozottan feltehető, hogy a bizonyítási eljárást veszélyeztetnék, így különösen a büntetőeljárásban résztvevő vagy más személyeket megfélemlítenék, jogellenesen befolyásolnák, továbbá más módon erre tennének különböző ténykedéseket. A vádlott a botrányt egyébként valószínűsíthetően azért csinálta, hogy elmebetegségre hivatkozva elkerülje a felelősségre vonást. Ám a helyszínen tartózkodó orvos szakértő szerint a férfi épelméjű és így büntethető. A tárgyalást tanúk meghallgatásával folytatják.